Az agroinform.hu szervezésében és az Agrármarketing Centrum együttműködésével valósult meg a 9. Miterem a neten agrármarketing konferencia. A rendezvény ezúttal az elmúlt időszak tanulságait és a jövő év kihívásait taglalta 10+1 izgalmas előadáson keresztül. A teljesség igénye nélkül válogatva a közönség kedvenc témáinak előadóival beszélgettünk. Végzettségem informatikus, de ettől független elsősorban gazdálkodónak tartom magamat. Gazdálkodók nagyon jól tudják azt, hogy mire van szükségük. Általában a gazdáknak az a legfontosabb, hogy az a vetőmag, az a gép, vagy az a technológia, amit ő meg akar venni, az tudja, hogy a saját területén is működni fog. Tőle 100 kilométerre, 200 kilométerre lévő gazdaságnak a tulajdonosától nem fogja elhinni, hogy az ő saját területén ez alkalmazható akár a vetőmag, akár a technológia. Ezért arra kíváncsi, hogy az ő környékén van-e olyan, aki már ezt alkalmazza, van-e olyan, aki tud valamilyen referenciát adni arról, hogy az ő általa kiválasztott termék használható a saját területén is. Az Agroinformnál vagyunk többen, akik nem csak a média részét látják a mezőgazdaságnak, nem csak eladni akarnak a mezőgazdaság számára, hanem benne dolgoznak a mezőgazdaságban, ismerik a gazdálkodótársaknak az igényeit, tudják azt, hogy mikor mit szeretnének keresni, mikor mi az, ami érdekli őket. Ennél fogva próbáljuk segíteni a sales-es kollégákat abban, hogy a partnereinket milyen kampányokkal kapcsolatban keressék, illetve az egyes kampányoknak mikor van igazán relevanciája a gazdálkodók számára. Trunk Tamás vagyok, 14 éves, és Double T néven vezetek egy YouTube csatornát, sneakerek és divat témában. Egy könyvet is írtam a generációnkról, és előadásokat tartok, branding és persze a generációmhoz kötve. Szerintem a sneakerek a példája, amiről én is beszéltem, nagyon érdekesen belevonható lehetne akár az agrár témában, a mezőgazdaságban. Például én nagyon kíváncsi lennék egy limitált Steyr traktorra, akár azért is valaki ül neki az utcára, de szerintem ebben nagyon nagy potenciál van, és nagyon sokat lehetne még itt is az E-generáció felé mozogni. Noha az előadásom az Agroinform számairól szólt, a cél az lett volna, hogy hogyan tudunk olyan eszközöket, olyan lehetőségeket biztosítani a partnereink számára, amiktől az ő számaik lesznek kedvezőbbek, szimpatikusabbak, eredményesebbek. Igyekeztünk olyan eszközöket felvonultatni, amit akár a konferencia végével hazaérve, azonnal a gép elé ülve már eredményeket tudnak mutatni, megmutatva azt, hogy mely erősségük, és mely azok a területek, amiken még erősíteniük lehetne. Nyilvánvalóan azért kellenek a számok, mert az valamilyen szinten egy mérő eszköz. Hiszen tudjuk nagyon jól, az üzleti életben a siker egyetlen mérőszám a pénz, és a siker mérőszámát a pénzt is számokban fejezik ki. Én azt hiszem, hogy a számok nagyjából arányosak lehetnek a pénzzel is. Tehát felhasználunk hiteles informálása, partnereink eredményes kiszolgálása, csapatunk fejlődése, eszközparkunk fejlesztése az agroinformás stratégiai kiemelt fontosságú helyen szerepel, a dobogó legfelső fokán, enélkül nem tudnánk működni.